Na most, hogy fogadták a programot? A későbbi viták ismeretében azt lehetne gondolni, hogy nagyon nagy vita volt arról, hogy ez kapitalizmus lesz. De nem volt. Tehát az, hogy legyen ilyen reciklált szocializmus, az nem nagyon merült föl. Ami igazán vita volt az én részemben, a gazdasági részben, az a földügy. De nem azért, hogy megőrizzük a TSZ-t, hanem a kisgazdák vissza akarták szedni a földet, ismerjük. Az MDF szakemberei, és szakemberei, mert nem én ezt a részét nem én írtam, csak szerkesztettem, én prezentáltam, de nem én írtam, Bogárdi például, Zoltán, azt mondták, hogy az a koncepció, amit a kisgazdák képviselnek, az nagyon fájdalmas lesz, életképtelen, legalábbis. Tehát elmondták a jövőt, és ezért ők más megoldást javasolnak, a TSZ alakuljon át a gazdasági társaságá, a tag legyen tulajdonos, döntesse, hogy eladja. Tehát egy fokozatosabb, ez az én emlékem. Mindenesetre azt tudom, hogy ezen a ponton nem ment át csont nélkül a program, mert úgy emlékszem, hogy a fő programokról kellett vagy kellett szavazni. De nem ment át, vagy legalábbis volt egy ilyen érzékelés, hogy azt nem fogadja. És akkor végül nagy nehezen találtak egy olyan megfogalmazást, nem ehhez, hanem ott az ott benyújtott rövid verzióhoz, amelyiket aztán elfogadta a többség. És meg is próbálta valósítani az MDF kormányon, de hát ismeretes módon koalíciós kormányzás miatt a tárcát a kisgazdák kapták, és bár államtitkárt miattunk az MDF, de ez egy olyan pont volt, ahol engedni kellett a koalíciós partnerek. Tehát ha visszanézek, a programnak sok eleme megvalósult, ez nem nagyon, mert nem valósulhatott meg.